Élő muzsika szó mellett 3-3 dalt adtak elő az énekesek a nótaversenyek győzteseinek döntőjén a művelődési házban. A Gyulán megrendezett országos megmérettetésen olyan nótások vettek részt, akik korábbi versenyeken már bizonyították tehetségüket. Külön díjas lett Kenéz Lajos, aki bár csak azután kezdett el újra nótázni 70 évesen, hogy áttelepült Nagyszalontáról Gyulára, már fiatal korában is sokat énekelt. Olyan névnap, olyan disznótor, olyan kapálás, vagy olyan kukoricaszedés nem volt, hogy a szüleinktől ne hallottunk volna magyar nótát énekelni. És hát mi ebben nőttünk fel, de mint általában a fiatalok, előbb én is táncdalokat énekeltem, amivel meg is nyertem 22 éves koromban a versenyt, és akkor felkerültem a Nagyváradi Zeneiskolába automatikusan, és a Kolozsvári Rádióhoz felvittek, hogy majd ott belőlem énekest faragnak. De hát édesapám ezt nem nagyon díjazta, azt mondta, hogy fiam, a szakmán törjed az agyad, nem a hülyeségen. Az országos verseny 30 indulója közül harmadik helyen Petrucki Csaba végzett, a második Budai Zoltán lett, a legjobbnak pedig velő Gabriellát találta a szakmai zsűri. A nóta versenyek győzteseinek döntőjét második alkalommal szervezték meg. 5 évvel ezelőtt a Budapest 9. kelet Haller utcai művelődési központban rendeztem meg egy hasonló versenyt, akkor 50 fővel rendeztem, az nagyon kimerítő volt, éppen ezért ebből tanulva 30 főt fogadtunk, nagyon nagy sikere volt ennek a rendezvénynek. 5 év eltelt, azóta is többször kerestek, hogy mikor lesz a másik, és hál' Istennek több város is jelezte fogadókészségét erre a rendezvényre. Mivel én Békés megyei vagyok, a Gyulai Nóta Egyesületnek alelnök és vagyok, a döntés egyértelmű volt, hogy Gyula város ennek helytől, akkor ennek itt kell meglennie. A verseny után este gála műsorral ért véget a rendezvény.